Sziasztok, Szandra vagyok. Nem fogok elkezdeni mentegetőzni, hogy miért nem sikerül mostanában videókat készítenem ide YouTube-ra, de a lényeg, hogy végre van kanapénk, úgyhogy most itt vagyok, hogy egy kicsit otthonosabbá is tegyem ezt a kanapét, meg ezáltal a nappalit, mert hogy nem is tudom, 2 vagy 3 hete jött meg, és azóta tényleg még egy díszpárnát sem sikerült ráraknom, csak egy plédet így rádobtam, és így ennyi történt. De ma végre egy kicsit otthonosabbá teszem ezt a kanapét, illetve mesélek arról is, hogy miért pont ezt választottuk. Nem szponzorált videó még mindig, csak lehet, hogy érdekelt titeket, hogy miért pont erre esett a választásunk. Ha ezt a videót elindítottátok, akkor valószínűleg érdekelt titeket. Illetve kihozok a kis tárolóhelyiségből néhány dolgot, amiket elpakolok a kanapé aljába, illetve az ágyunk alatt lévő fiókok között is van még egy, ami teljesen üres, úgyhogy oda végre bepakolok néhány dolgot, szóval egy kicsit rendszerezni fogok, meg rendezgetni, meg pakolgatni, meg dekorálni, és remélem, hogy végre alakul egy kicsit a helyzet itt a nappaliban, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Na hát akkor mutatom így teljes valójában a kanapét, ez az IKEA Freehatten kanapé, hogyha jól emlékszem, és jól ejtem a nevét. Ez egy sarokkanapé, és eredetileg nem ilyet akartunk venni, hanem olyat, ami sima, ilyen egyszerű, egyenes kanapé, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Ebből is van olyan verzió, ami nem ilyen sarokkanapé, hanem sima. De végül úgy éreztük, hogy azért mégiscsak jobban el tudunk ücsörögni egy ilyen elalakú kanapén, valahogy kényelmesebb, meg komfortosabb. Eddig is ugye ilyen típusú kanapénk volt, úgyhogy végül emellett döntöttünk, mert igazából elfér itt, tehát ugyanígy van, mint ahogy a régi kanapé is volt itt. Ez egy ilyen kihúzható kanapé, most nem tudom, hogy egy kézzel sikerülni fog-e kihúzni, nem biztos, hogy ez így annyira jó ötlet. Szóval így néz ki, hogyha ki van húzva a kanapé, hogyha jól emlékszem, akkor így 140x200-as, szóval ezen akár 2 ember is el tud aludni, hogyha arról van szó. Nyilván ilyesmire azért nem kerül gyakran sor nálunk, de tényleg soha nem lehet tudni, bármi történik, szerettük volna, hogyha kihúzható a kanapé, és ami még nagyon fontos, hogy ágynemű tartós. Tehát itt van egy ilyen nagyon jó kis tároló rész, ahova majd nem sokára be fogok pakolni néhány dolgot. Szóval kihúzható is, meg ágynemű tartós is, és mivel egy ilyen basic szürke szín, így szerintem ezt jól lehet dekorálni, meg jól élik mindenféle interiőrbe, hogyha lehet ilyet mondani. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a kanapénak. És hát egyáltalán nem mellékes az sem, hogy jó rajta ülni. Ez egy keményebb típusú kanapé, de mi nem is szerettünk volna olyat, ami ilyen nagyon süppedős. Én nem szeretem azokat, amikre így ráülök, és utána úgy kell kikászálódnom onnan, szóval ez tényleg így pont jó keménységet illetően is, és hát igazából nagyon szeretjük ezen ücsörünk mostanában, hogyha a tévét nézünk, de néha itt olvasok mesét a gyerekeknek, úgyhogy szeretjük. Ja, igen, ezek a párnák hozzá voltak, ezek nem tudom, lehúzhatóak? Igen, lehúzható a húzat a párnákról, úgyhogy ki lehet őket mosni. Nagyjából ennyit kell tudni erről a kanapéról. Mia meg talán még azt, hogy azt hiszem egy másik színben elérhető még, hogyha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos. Szerintem jól döntöttünk. Szeretjük ezt a kanapét, és reméljük, hogy szeretni fogjuk hosszú távon is. Úgyhogy most egy kicsit akkor kidekorálom, vagy hát ez így hülyén hangzik, de hogy így szeretném végre egy kicsit otthonosabbá tenni, hogy ne csak egy ilyen szürke valami legyen itt, hanem úgy tényleg úgy jó legyen ránézni, meg ráülni. Próbáltam ilyen nagyon hanyag eleganciával ide dobni ezt a blédet, de nem sikerült, ez így elég mután néz ki, de nem akartam ilyen szabályosan ide hajtogatni, mert valahogy nekem ilyen invitálóbb az, hogyha csak így le van ide dobva, de most elég bután néz így ki. Ez így milyen? Még mindig nem az igazi. Ez annyira vicces, amikor az ember azon munkálkodik, hogy valami ne tűnjön annyira megkomponáltnak.
ide még kéne valami. És nem akarok még egy plétet odarakni, mert az úgy eléggé fura lenne. De nem tudom, hogy milyen díszpárna lehetne ide jó még. Mondjuk ez. Ez így nem is olyan rossz. Ez kicsit lapos ez a párna. Ezt még én csináltam egyébként egy IKEA-s kis rojt szőnyekből ezt a párnát. Nem rossz ez itt szerintem. Na, szerintem ez így most egészen kellemes. Férjem biztos nagyon fog örülni neki, hogy újabb díszpárnák kerültek elő. De nekem kell ez a komfort érzetemhez. Szóval mennyivel jobb ránézni erre a kanapére, meg ugye az egész nappali sokkal otthonosabb így, nem? Majd írjátok meg kommentben. Viszont rájöttem, hogy először bele kellett volna pakolnom ide az ágynemű tartomba, mert most leszedhetem a díszpárnakat, amíg fölnyitom, de hát azért ez nem akkora tragédia. Szóval arra gondoltam, hogy berakom ide a kanapé aljába például a ring lightomat, tudjátok, ez a nagy körlámpa, amit videózáshoz szoktam használni, hát ezt most már szerintem hónapok óta nem vettem elő, meg a kameraállványt is beteszem ide, meg lehet, hogy még egy-két ilyen random dolgot, amik most a tárolóhelyiségben vannak. Amúgy most láttam, hogy a kanapé alján vannak ilyen kis szellőző nyílások, és ez mennyire jó ötlet, mert az előzőnek nem volt ilyen az alján, és ez szerintem tök jó, hogy ebben van ilyen. Most nem is tudom, mit tegyek minden, mert annyi hely van itt, csomó minden elfér itt igazából. Csodálatos, nagyon jó. Hát ennek most nagyon örülök, hogy ezeket el tudtam ide rejteni, mert így legalább annyival kevesebb cucc van ott a tárolóhelyiségben. És most még ki fogom hozni az ágynemű húzatokat is, ugyanis arra gondoltam, hogy azokat meg beteszem az ágy alatt lévő egyik üres fiókba, mert miért nem? Szóval, hogy szerintem abszolút jó helyük lesz ott végül is az ágy alatt tárolni az ágynemű húzatokat, teljesen logikus lehet, nem? Vagy ez fura, hogy beteszem oda az ágy alatt lévő fiókba? Szerintem semmi gond nincs ezzel, meg tényleg most a tárolóhelyiségben tökre nincsenek ott jó helyen, tehát az ágy alatt lévő fiókban biztos, hogy sokkal jobb helyen lesznek. Úristen, mennyi ágynemünk van, nem is tudom, hogy be fog-e férni ilyen sok oda a fiókba. Na mindegy, legalább egy részét megpróbálom belepakolni. Most azon gondolkodtam, hogy inkább erre az oldalra tegyem az ágynemű húzatokat, vagy pedig oda belülre, de rájöttem, hogy belülre fogom, ugyanis ide az ágyon meg a kanapén lévő takarókat meg díszpárnákat teszem, és azokat azért, hát legalábbis az ágyon lévőket, azokat naponta előszedem meg, elrakom, ugye? És az ágynemű húzatokat viszont azért nem kell naponta pakolgatnom, úgyhogy azokat ide belülre fogom tenni. Na, az ágynemű húzatokat betettem ide, a lepedőket pedig a mellette lévő fiókba fogom betenni, mert van még ott hely, ide viszont csak nagyon zsúfoltan férnének már be, úgyhogy nem akarom nagyon összenyomorgatni őket. Most, ahogy itt pakoláztam, eszembe jutott még egy dolog, hogy van nekünk egy szőnyegünk, ami ugye itt volt korábban a nappaliban, és ami szintén a tárolóhelyiségben van összecsavarva azóta, amióta volt ugye a felújítás vagy átalakítás. És igazából vissza kellene tenni ide a helyére, de ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni egyedül, mert ahhoz azért meg kell emelni a kanapét és alá kell csúsztatni. És ugye mivel most itt van az étkezőasztal is, így valószínűleg a szőnyegnek egy elég nagy része lesz a kanapé alatt, tehát sokkal nagyobb, mint amennyi korábban volt a kanapé alatt, mert hogy még az előző elrendezésben a szőnyegnek tényleg csak egy nagyon pici része volt a kanapé alá tolva, de most viszont muszáj jobban betolni, mert
Hát ott van az asztal, és azért az asztal alá nem szeretném berakni, mert az úgy elég bután néz neki. De mindegy, megpróbálom, és meglátjuk, hogy mire jutok. Itt van a szőnyeg, ami egyébként a Jussből van. Ezt nagyon sokan kérdeztétek annó, hogy ezt hol vettük. Aha, most azon gondolkodom, hogy hogyan forgassam, hogy legyen a minta, mert ennek van egy ilyen mintája. Hát szegényként ki kell majd porszívózni elég rendesen. Ott a széle is meggyűrődött, így hogy összegörgetve van már, én nem tudom, vagy két hónapja. Lehet, hogy ezt a felét fogom betolni a kanapé alá, mert az úgyis ki fogja majd dobni magát, vagyis hát remélem, hogy kisimulott a széle. Inkább legyen az a fele. Lehet, hogy megfordítom. Megpróbálom egyetlen, hogy meg tudom emelni a kanapét. Hát, amúgy meg tudom, csak... Na mindegy. Hogy legyen ez, hogy hol mennyire lógjon ki. Ezt itt ki kell számolni. Hát igen, ehhez most itt elég kevés a hely. Na mindegy, hát megpróbálom alá tiszkolni, aztán meglátjuk, hogy mire megyek. Aha. Igen, én ezt így elképzeltem, hogy ez így menni fog, de... De nem biztos. Ez tényleg kellő fog a férjem, azt hiszem. Mert még azt a felét meg is tudom egyébként emelni, de ezt itt... Hogy van ez? Aha, ezt is meg tudom. Megcsinálok magamnak amúgy ilyen elfoglaltságokat? Ez ilyen jó lesz. Jó, addig jó vagyok. Igen. Oké. Haladunk. Nem reménytelen eset ez, úgy tűnik. Aha, innen nem nagyon tudom mozgatni. Azért ez felér egy lájtosabb erőléti edzéssel. Hogy vagyunk itt? Mi volt? Nem szeretném tönkretenni a kanapét így. Egyből. Remélem ez most nagyon jó nektek, hogy ezt nézhetitek, hogy szerencsétlenkedek itt ezzel. Ráadásul a férjem ma dolgozik éjjel, tehát nincs olyan opció, hogy hazajön majd munka után, és akkor ketten berántjuk a helyére. Mert egyébként most így nézem, nagyjából jó helyen van már egyébként. Még lehet, hogy egy picit lehet beljebb tolni, de itt már nagyjából jó lesz, és sokat már nem kell rajta igazítani. Hát azért ez így mennyivel kellemesebb látvány, mint a kiinduló állapot volt, nem? Tényleg tök jó ránézni, meg sokkal otthonosabb érzés is, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre megcsináltam. Tényleg annyira csodálatos érzés, hogy végre sikerült megint egy kicsit haladnom, és otthonosabbá tenni itt a nappali hálószoba részleget. De hát még mindig hiányzik egy-két dolog, ami leginkább kellene ide, az egy ilyen polcszerűség, mert hogy a könyveink, meg az ilyen apróbb dísztárgyak, azok még mindig a tárolóhelyiségben vannak, és azokat tényleg nem tudom tenni sehova. Illetve hát a tévé alatti komód az, amit szeretnék még lecserélni, de a polc az sürgősebb és fontosabb, mert azzal a komóddal még tudok élni egy darabig. Úgyhogy...
Ja, így állunk most, még mindig nem vagyunk készen, de azért ez már egészen elfogadható és kellemes állapotnak mondható. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Tényleg nem merek és nem akarok semmit ígérni, hogy mikor lesz következő videó, de most már szeretnék majd újra beauty témában is készíteni videókat, mert azt is nagyon szeretem, és az már tényleg nagyon-nagyon régen volt. De hát jön a nyári szünet, szóval azt hiszem nem kell ecsetelnem, hogy két gyerekkel munka mellett milyen a nyári szünet, majd írjátok meg kommentben, hogy nálatok mi várható. Minden esetre most köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, kommenteljetek és iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. Legyen szép napotok és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!